Korhű viseletek, történelmi azonosság és meglepően friss mai színek és képek vannak abban a kétrészes kiadványban, melynek első része Kölcsey születésétől egészen 1823-ig kalauzolja az olvasót. A kiadvány második részében már a himnusz születése bontakozik ki, a műfaj vagy akár a történelem kedvelők örömére. Halmi Zsolt grafikus művész elmondása szerint az elkészült képregény egy jó csapatmunka eredménye. A személyek, akik ugye szerepelnek a képregényben, azok mind ugye élő személy volt, a legtöbbről készült korabeli portré ábrázolás, tehát az alapján meg tudtuk oldani, hogy hogyan nézett ki. Viszont voltak olyan személyek, olyan helyszínek, amiről nem maradt fent semmi, az gyakorlatilag így a fantáziámra kellett bízni, hogy vajon hogy nézhetett ki. Tehát, hogy ugye a korabeli embereknek a viseletét felhasználva, kinézetüket úgymond, ezeket mind-mind próbáltam így összehozni, és akkor ezekből a különböző figurákat, helyszíneket megvalósítani. A képregény az irodalom és a képzőművészet sajátos keveréke. Olyan sűrített művészet, melyről többnyire a most divatos hősök jutnak eszünkbe. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, ő maga is nagy képregényrajongó és örül, hogy Kölcsey öröksége ilyen módon is tovább élhet a köztudatban. Kölcsey valóban megjelenik most képregényes formában is, bár hogyha ugye a képregényekre gondolunk, vagy erre a mai világra, ugye általában akcióhősök azok, akik megjelennek a képregények lapjain, legalábbis ez van a köztudatban. De azért, hogyha a képregényes múltra visszatekintünk, és akkor egy picit beleássuk magunkat, akkor láthatjuk, hogy itt azért valóban születtek olyan képregények, amelyek egyrészt klasszikusokat elevenítettek meg, akár Rejtő Jenő klasszikusokat, vagy akár Verne klasszikusokat, és az is egy olyan formátum volt, amely bizony olvasmányos volt, és úgy gondolom, hogy sokkal közelebb tudta hozni a különböző generációkhoz, mondjuk itt a fiatalabb generációkhoz leginkább, azokat a regényeket, azokat a történéseket, vagy történelmi eseményeket, amelyek úgy gondolom, hogy része kell, hogy legyenek minden ember életének. És egy kicsit ez volt a cél most itt Kölcsey Ferenccel is, hogy úgy szólítsunk meg más generációkat, akik talán kevésbé találkoztak vele, bár itt a himnusz földjén azért reméljük, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy ki Kölcsey Ferenc és milyen életművet hagyott maga után, de szerettük volna megmutatni azt képregényes formátumban, hogy akkor valóban hogyan lehet egy picit másképp láttatni őt, és hogyan lehet egy picit közelebb hozni őt mondjuk a gyerekekhez, vagy a fiatalabb generációhoz, vagy a fiatal felnőttekhez. A képregény alkotói között szerepel még Sztojka Viktória, aki a színezési munkálatokban vett részt, Puskás Szabolcs, Kertész Sándor és Isticei Zoltán, mint a képregények szerkesztője.